Igen, tudom, hogy azt mondtam, hogy ma a fellegszállóról lesz szó, azonban kicsit kész vagyok idegileg az egyetem miatt is, meg túl sok a kérdőjel az elkövetkezendő két hónapomban, és én nem szeretem a kérdőjeleket. Úgyhogy nem nagyon szeretnék most komoly videót csinálni. Már amennyire én tudok komoly videót csinálni, mert lássuk be, nem igazán ez a fortém. Úgyhogy arra gondoltam, hogy játszhatnánk megint. Legutóbb ugye klisé bingóztunk. Most pedig egy olyan játékot szeretnék bevezetni, aminek az a neve, hogy Zsáner Roulette, mint azt már a címben is láthattátok. A lényege az, hogy én összeállítottam egy ilyen kereket, ezt meg fogom forgatni, ezt kiadja a Zsáner nevét, és 10 másodpercen belül ki kell mondani az első könyvet, ami eszünkbe jut ebben a Zsánerben. Ha szeretnétek, ti is láthattok velem, írjátok be a kommentek között azt, hogy ti mire gondoltatok elsőként. Én pedig ugye egyértelműen most ki fogom nektek mondani, hogy miért arra a könyvre gondoltam, melyik könyvre gondoltam egyáltalán, és utána általánosságban elmondom azt, hogy hogy állok ahhoz a Zsánerhez. Szerintem, hát majdnem másfél évvel ezelőtt csináltam legutoljára egy ilyen videót, amiben elmondtam, hogy a zsánerek és én hogy állunk egymáshoz, melyiket szeretem és melyiket nem. Ez kicsit ennek lesz a továbbfejlesztett változata, csak most ugye külön könyveket is mondok hozzá. Ismételten el fogom mondani azt, hogy szeretem ezt a zsánert vagy sem, azt, hogy miért nem vagy miért igen, és azt, hogy az elmúlt másfél évben hogyan alakult az ízlésem ezzel kapcsolatban. És hát igen. Remélem tetszeni fog nektek ez a játék, tényleg írjátok meg a kommentek között, hogy ti mit gondoltatok róla, meg azt, hogy nektek melyik könyvek jutottak először eszetekbe. És hát akkor... kezdjük is el. Na. Horror thriller. Horror thriller. Az. Stephen King. Nem? Az jó? Nem? Ez az, hogy nem olvastam. Szerintem azt már az első videóban, amiben a zsánerekről beszéltem, is elmondtam, hogy én egyébként nem vagyok oda a horrorért meg a thrillerekért. Ennek pedig az oka az, hogy én úgy általánosságban véve nem szeretek félni, nem szeretek izgulni, nem szeretem azt, hogyha kellemetlenül érzem magam és szoronganom kell valamivel kapcsolatban. Úgyhogy nekem ez nem való. Stephen Kinget például az unokahúgom nagyon szereti, ő csak és kizárólag horrort olvas körülbelül, úgyhogy megértem azt, hogyha valaki imádja az ilyesmit, nekem ez személy szerint nem való, mert nem bírom befogadni lelkileg, meg idegileg. Második. Disztópia, történelmi, fantasy, disztópia, thriller, sci-fi, krimi, romantikus, színdarab. Megáll a színdarab? Megáll a színdarabnál. Antigone! A helyzet az, hogy nekem az Antigonéval külön történelmem van, mert középiskolában volt egy olyan, hogy én nem voltam drámatagozatos, viszont írtam darabokat, szóval az ilyen különböző március 15-i, október 23-i megemlékezésekre én írtam a darabokat nálunk, és a drámatanár megkért, hogy írjak egy ilyen modernizált verziót az Antigonéból. És én megírtam, és végül nem lett előadva, mert berágtak a drámatagozatosok, hogy nem ők írták, úgyhogy igen. Egyébként én nem nagyon szeretem a színdarabokat, sosem szerettem. Mármint olvasni. Én imádom a színházat, főleg a műzikeleket, nagyon-nagyon szeretem őket, de olvasni nem szeretem őket. Ez így általánosabban véve abból ered, hogy ugye kötelezőek voltak a középiskolában, meg általános iskolában is, és igen. Ha nem látom magam előtt ebből a szempontból, akkor elég unalmasak tudnak lenni. És emiatt ilyen elolvasni elolvasom, ha kell, de ha választhatok, akkor nem e felé fogok gravitálni. Mi van még? Fantasy, színdarab, non-fiction, sci-fi, krimi, fantasy, romantikus. Disztópia. Legenda. Legenda! Aki nem látta még a legendáról szóló videómat, felteszem oda a sarokba. A könyvről azt kell tudni, hogy egy ilyen disztopikus világban játszódik. A katonalány és a törvényen kívüli szerelmét és közös kalandjait követjük végig. Én imádtam, szerintem nagyon jó volt, főleg az első könyv. És igen, nekem nagyon nagy ízlésbeli változást hozott annak idején, mert ez volt az, ami miatt jobban szeretem manapság már a nem fantasy könyveket, inkább így fogalmazom, hogy nem fantasy könyveket. És igen, bővebben kifejtem abban a videóban, úgyhogy nézzétek meg, ha úgy hozzákedvetek. Fantasy...
romantikus. Romantikus. Szánséged BT? Azt, hogy ugye mindenkiben van valamilyen szinten románc, de ugye én nem vagyok az a fajta ember, aki külön nagyon szereti az ilyen nagyon romantikus könyveket, ahol ez a szó a fókusza az egésznek. Úgyhogy igen, tudjátok, hogy a Szánsegéd BT-t én egyfajta a saját szabályaim megszegéseként olvastam, mert ugye nem szeretem az olyan könyveket, aminek a srác félmeztelen az elején, meg csokoloznak, meg lelkeznek a borítón, úgyhogy ebből a szempontból ilyenkor a borító alapján ítélek. Viszont a könyv aránylag tetszett. Az első részt még mindig nem olvastam jelen pillanatban, a másodikról van videóm, ismételten feltéve a sarokba. Egyébként, ha szeretitek az ilyen történeteket és elég idősek vagytok hozzá, akkor csak ajánlani tudom, mert tényleg egy nagyon aranyos kis sztori. És aki szereti az ilyen, hát piszkálódásos, romantikus szálat, azoknak nagyon fog tetszeni. És akkor nézzük a következőt. Krimi. Fú, Dan Brown könyvei annak számítanak? A Da Vinci Code? Az annak számít, nézd, mondjátok, hogy annak számít, mindegy, mert meggooglizom a gépen, felteszem ide a választ, hogy minek kell besorolva a könyv. A helyzet az, hogy nekem Dan Brown könyvei nagyon nagy kedvenceim, én nagyon-nagyon szerettem őt. Emlékszem, amikor én 8. nyelvvizsgáztam németből, eredetileg róla akartam csinálni az előadást, mert nekünk egy ilyen külön rendszerben volt a nyelvvizsga dolog, és nekünk ilyen prezentációt kellett előadnunk azon a nyelven. És én eredetileg Dan Brownról akartam csinálni az előadásomat, mert ő volt akkoriban a kedvenc szerzőm. Aztán a tanár azt mondta, hogy nem, az túl bonyolult, csináljunk a Harry Potter szerzőjéről, és így, oké. Akkoriban még nem volt annyira problémás, mint most, úgyhogy igen, ez történt. Egyébként én szeretem a krimit. Szóval pontosan ugyanazért, mint a disztópiát, hogy aránylag, de logikusan van felépítve, szóval ez ugye nem fantasy alapú, nem a különböző lényekre, meg a mágiára van kisorolva az egész, hanem az általános logikára, meg az emberi tettekre és az emberi gondolatokra, érzelmekre, meg mindenre. És emiatt én egyébként szeretem a krimit, nem biztos, hogy ez lesz az első dolog, ami felé nyúlni fogok, de nagy lehetőség van arra, hogy korábban nyúlok felé, mint a szintiszta romantikához, vagy pedig bármi máshoz. Úgyhogy igen. Tényleg klasszikus non-fiction történelmi, és itt megáll történelmi. Az egy jól Moszkvában? Na? Mégis az is történelem, ugye a Szovjet Unió megalakulása, meg úgy általánosságban. És menjek az egy jól Moszkvábanra. A helyzet az, hogy aki követ engem, azt tudja, hogy nekem az Egy Úr Moszkvában a kedvenc könyvem. Minden egyes videóban, amiben van lehetőségem rá megemlít. Fent van a videó, ismételten a sarokban. Nem tudom, hogy ötöt tudott az állni belénkelni, hogy mindegy az első ilyen megemlítés fent lesz a sarokban. És az igazság az, hogy én szeretem a történelmi könyveket, amennyiben nem középkori. Régen egyébként nagyon szeretem a középkori könyveket, mert tényleg úgy a hangulata, meg úgy az egész így elvarázsolt. Azonban most már nehezebben tudnék egy középkori könyvet elolvasni. Ennek az oka pedig a katedrális és a traumám, ami a katedrálishoz fűz. Úgyhogy igen, egyébként az olyanokat, mint az Egy Úr Moszkvában, meg ami így az 1800-as évek és azután történt, az jöhet. Azt tetszett, azt szeretem. Ami korábban van, az annál lehet, hogy meg fog gyűlni a bajom. De igen. Az Egy Úr Moszkvában jut először eszembe róla, szeretem ezt, de valószínűleg egy krimit hamarabb eszek le a polcra, mint egy történelmit. Úgyhogy igen. És akkor mehetünk tovább. És akkor mindig attól félek, hogy ugyanaz lesz megint, és akkor megint pörgetni kell, mert nem tudom, hogy ebből hány darab lehet egyszerre. Na? Klasszikus. Mi a neve? Jókai, köszönöm emberfiai, na! A helyzet az, hogy én a klasszikus alatt a szép irodalmat értem, nekem az a klasszikus. És mivel a 90%-át ezeknek úgy olvastam, hogy kötelező volt, nem igazán szeretem őket. Szóval ezt már milliószor kifejtettem nektek, hogy én nem szeretek kötelező olvasmányokat olvasni, soha nem is szerettem, és így kb. Az egyetlen, ami tetszett, az a köszönöm emberfiai volt. És emiatt én így meg is ragadok ennél az egésznél.
itt nekem véget ér a klasszikusok, a Köszűember fiai van és létezik, az egyetlen szép irodalmi könyv, ami nekem valaha tetszett. És nem szándékozom még többet kipróbálni, mindegy, hogy ki mit ír, hogy de érdemes művelődni meg, hogy a Bronte könyvek meg hasonlók, én nem szeretnék. Nekem az ilyen szép irodalmi régi könyvek egyet jelentenek a kötelezőkkel, és innentől kezdve nekem nincs sok kedvem elolvasni. Nem akarok azért olvasni, hogy művetnek tűnjek, vagy azért, mert az emberek szerint ezt mindenképp kötelező elolvasni. Én azért akarok olvasni, mert relaxál, azért akarom olvasni a könyveket, mert élvezem. És nekem ez így kicsit behatárolja a dolgokat. Úgyhogy ennyi elég is a klasszikusokról. Menjünk tovább! Na? Non-fiction, Mrs. Kennedy. Ugye ez egy életrajzi könyv, ugye Mrs. Kennedy-t ismerjük meg, hogy neki milyen volt az élete, miközben a férje ugye elnök volt, mi volt azelőtt és azután is vele, és hogy az ő testőrének szemszögéből megismerjük azt, hogy milyen is volt igazán abban az időszakban First Lady-nek lenni. És egyébként erről is van videó, ugye az egy úr Moszkvában követte szerintem a történelmi tematikus hónapunkban. Ha egy olyan nőről szeretnétek olvasni, aki igazán inspiráló volt, és aki tényleg magával ragadta az embereket, és akit sokan követtek, akkor mindenképp tudom ajánlani nektek a Mrs. Kennedy című könyvet. Abban a videóban ugye arra fektettem a hangsúlyt, hogy mint történelmi könyv és történelmi személyek milyen fontos az, hogy manapság már ugye női alakokat is lássunk, és ne csak a férjére legyen kihegyezve az egész történet. És emiatt nekem nagyon-nagyon tetszett az a könyv, csak ajánlani tudom. Egyébként én személy szerint szeretem a non-fiction könyveket, szóval szerintem nagyon érdekesek. Ilyenkor például kifejezetten tudom értékelni a különböző történelmi könyveket. Lássatok ugye a Mrs. Kennedy-t, vagy éppen a Franklin és Winston, ami ugye a második világháborúban Roosevelt és Churchill kapcsolatáról beszél. Úgyhogy én ilyenkor kifejezetten jobban szeretem a történelmi könyveket, de igazából bármi jöhet, ami non-fiction, mert ez az, amikor így én egyébként szeretek tanulni, csak ne legyen kötelező. Úgyhogy igen, én csak ajánlani tudom ezeket a könyveket, ismételten, ha érdekel titeket, a videóim között megtaláljátok őket. Már nincs sok, amiről nem beszéltünk, úgyhogy lássuk, mit hozol ki belőle. Na? Fantasy. A helyzet az, hogy ez az év nekem igencsak megváltoztatta a hozzáállásomat a fantasyhez. Egyrészt azért, mert ebben az évben tulajdonképpen a fellegszálló kivételével szinte csak és kizárólag urban fantasy könyveket olvastam el, és emiatt kénytelen vagyok belátni azt, hogy tényleg én is valaha szerettem, meg most is bizonyos mértékig, de szeretem a fantasyt. És emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit meg kell változtatnunk az én véleményemet erről az egészről, és az, hogy mit mondok nektek. Szóval az ilyen tündéres, vérfarkasós, vámpíros könyveket még mindig nehezen tudnám befogadni, úgyhogy ne sokkoljatok engem azzal, hogy ilyen könyveket ajánlatok, meg ilyen könyveket kértek, hogy olvassak. Azonban az ilyen különböző urban fantasy könyveket, szóval ami a mai világban játszódik, és nem feltétlenül a fantasy része az, ami az egészet így elviszi, az nyugodtan jöhet. Erről majd jövő hónapban még lesz szó, majd legeltátok miért. Azonban például az olyan könyveket, mint a Hatvárjú, ahol van egy minimális fantasy a világban, azonban nem ez a fókusza a történetnek, az bármikor jöhet. Ez tényleg nagyon-nagyon jó, az tényleg tetszett. És ebben az évben így a Percy Jackson, a Hatvárjú, a jövő hónapban előkerülő könyvek után, így tényleg azt kell mondanom, hogy ha vannak ilyen történeteik, akkor ajánljátok nekem nyugodtan őket, írjátok meg a kommentek között, írjátok rám Instagramon, levegőt is kell még vennem beszéd közben, mert még mindig ember vagyok. Úgyhogy igen, az ilyen urban fantasy könyvek jöhetnek. Cassandra Clare-t olvastam, nem nagyon jött be, úgyhogy őt kérlek így tartózkodjunk tőle, mert nem fogom elolvasni bármennyire is szeretnétek. Úgyhogy igen, emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen high fantasy, amit úgy nevezek ilyen high fantasy, meg ilyen dark fantasy könyvek nem nekem valók, azonban az ilyen urban fantasy könyvek bármikor jöhetnek, megpróbálom elolvasni őket és úgy véleményezni, hogy tényleg nincs bennem ez a, hát ilyen előítélet, mint például korábban volt. Úgyhogy igen.
És a helyzet az, hogy ezen kívül egy darab van már csak a kerekünkön, amiről még nem beszéltünk, úgyhogy nem fogom most megforgatni. Ez pedig a sci-fi. Az első könyv, ami eszembe jut, az a vagy a Star Wars-ot szeretnék mondani. És vannak Star Wars könyvek, szerintem a Szukicsnél találhatóak meg, azt hiszem. Viszont én most a Szindert fogom mondani, mert azt már olvastam, és szerintem az is sci-fi-nek számít valamilyen szempontból. Úgyhogy menjünk a Szinderrel, az jobban tetszett, és igen, tudom, én nem szeretem a Star Wars-t. A Mandalorian-t láttam, a Mandalorian tetszett Baby Yoda miatt, de egyébként én nem vagyok egy nagy Star Wars fan. Láttam a filmek kétharmadát, mert az első hármat és a második hármas láttam, az újat azt már nem. Nekem ennyiben kivölt a Star Wars univerzum, nekem nincs rá külön nagyobb szükségem. Igen, tudom, most a követőim 90%-a leiratkozik, mert hogy merészelem. De hát ez van. Szóval így általánosabban véve én nem nagyon szeretem a sci-fit, mert ez az űrhajós dolog nekem nem működik. De ez csak az én véleményem, nincsen vele semmi kifejezett dolgom, szintén csak nem nekem való. Úgyhogy igen. És én ennyit írtam fel magamnak műfajok közül, itt ér véget a zsánerről lettünk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha szeretnétek még ilyen játékot, akkor írjátok meg a kommentek között. Illetve az, hogy nektek akkor milyen válaszaitok voltak, azt is szívesen olvasnám. És hát akkor jövő héten már tényleg a fellegszálló lesz, most már biztosan. Illetve ne felejtsétek el, hogy jelen pillanatban még zajlik a nyereményjátékunk. Ugye június 16-áig van időtök megválaszolni a két kérdést az Instagramomon, vagy pedig az eredeti videó kommentjei között. Fel kell iratkoznatok a csatornámra, és be kell követnetek engem Instagramon. És igen, még 16-áig van időtök, 18-án vagy 17-én pedig sorsolunk. És hát akkor igen, két hét múlva találkozunk a fellegszállóval, addig pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!